adod a Harrynak? Az ő képességét biztosan nem avatta volna meg. Harry egy másik szerepet játszik. Egy sokkal jobb vagy, nyilván ezért magasak a fizetése. Ezt tényleg komolyan gondolták, hogy megint kell sózni? Mr. Prostat a tévére kállam. Igen. Igen. Én is csak ilyen boros archív felvételekről ismerem. Valóan még indulunk 11-től. Viszont a szervezésről kérdezik, hogy mi lesz a műsortüzettel, kész van-e a plakát, és hogy meg lesz-e a bemutató tüzet. Hölgyen, ez Istenet, ne zavarja! Ne zavarja, ráérek! Egyébként Janssonné vagyok, és én tudom, hogy maga kicsoda. Igen, én ismerem magát. Hát megyek ide szebbre a kávéra. Mondja meg Matilda, hogy mondja, jövök. Jó, megmondom. Bocsánat, de maga kicsoda tulajdonképpen? Csilla, bogy már le! Én ezt a ruhát nem tudom hordani, nem érted? Nem tudom, mert nézd már, úgy nézek ki benne, mint valami nyugdíjas diakonissa! Ez a bárra van, nem? Két hitvány verses kötetet, amely összesen 629 példányt adtak el, ebből is 628-at árengedménnyel. Ez reménytelen megint, amire azt mondták, hogy ígéretem, és azt az egészségtelen szintanamot, amit nem se tudok fejezni. Ebben a színházban leszek néhány napig súgó, a társa fogják hinnodni, hogy súgó leszek. Súgó leszek, súgó leszek, súgó leszek! Jó, ide jó! A kávét már nem fejeztem be, mert nem tudom, hogy a fiatalember hogy szeretnék a fiatalem. Nem adom oda a kávét, amit meg ne tetszik, hogy nem adom. Vagy tejjel és cukorra, mert nem tudom, hogy e cukorra szeretem, de nem mindenki szeretünk. Na, hogyan tetszik kérni a kávét? Cukorra. E cukorra, két cukorra. Kizökkentelek én! Most sem! Hát koncentrálni! Pont akkor kezded el szívni a szöveget, amikor a majdnem összeszedtem magam! Kész vagytok! Kész vagyok! Én mindig is kész voltam! Még egyszer! A sőszerűt felvilágosítottál, Matilda, értem! Szóval essek át a kanapén, húzok elő egy cipős dobozt, tépjem szét, ugráljak abban a jelenetben, amelyben benne sem vagyok! Isten Oszkár, ki tette be ezt a mutatképet róla? Alig lehet megismerni. Hát így nézek? Hát nem. Szeretem, az végszó, ugye? Szeretem. Mindenkit köszöntök a sajtótájékoztatón. Külön szeretném üdvözölni az egész igazgató tanácsot. Azt részek! Szalok! Az egész színház szar! A közönség a legnagyobb szar! A nálán csak a kritikusok szarabban. Én is szar vagyok! Minden szar!